Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Ismét találkozunk. Ha emlékszetek még, Ábrahám bácsiról, Lót bácsiról, Ábrahám bácsi feleségéről, Sára néniről, meg Lót bácsi feleségéről, Lót néniről beszéltünk. És most felidézzük újra ezeket a neveket, és különösen Lót bácsiról lesz szó. Lót bácsinak vendégei érkeznek, és ez egy nagyon nehéz történet lesz. Remélem, hogy szívesen meghallgatjátok ezt a történetet, és elgondolkoztok ti is rajta, meg én is. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Ismét találkozunk. Ha emlékszetek még, Ábrahám bácsiról, Lót bácsiról, Ábrahám bácsi feleségéről, Sára néniről, meg Lót bácsi feleségéről, Lót néniről beszéltünk. És most felidézzük újra ezeket a neveket, és különösen Lót bácsiról lesz szó. Lót bácsinak vendégei érkeznek, és ez egy nagyon nehéz történet lesz. Remélem, hogy szívesen meghallgatjátok ezt a történetet, és elgondolkoztok ti is rajta, meg én is. Ez alkalommal, ha előkapjuk a Bibliánkat, vagy hogyha megkérjük nagymamánkat, nagyapánkat, hogy legyenek már olyan kedvesek, olvassák föl nekünk a Mózes első könyvéből a 19. fejezetet, ott lesz szó majd Lót bácsiról, és ezen fogunk gondolkodni. Tehát tudjátok, hogy együtt pásztorkodott Lót és Ábrahám, és mivel nagyon sok juhaik, teheneik, állataik lettek, ezért ketté váltak, hogy az egyik egy másik legelőn legelteti az állatait, a másik pedig egy másik legelőn is. Lót bácsi úgy döntött, hogy ő pedig Sodomába megy, ott fog lakni, házat épít magának, nekem is akármilyet, hanem emeleteset, bizony, és onnan messzire kilát. Ábrahám bácsi pedig egy más helyre költözött, az ígéret földjére, ami aztán Isten népének a hazája lett. Tehát Lót bácsi Sodomában lakott. Magas fallal volt körülkerítve Sodoma, de voltak rajta kapuk, amin be lehetett járni, ki lehetett menni, ahová akartak az emberek. És az volt a szokás régen, hogy kiültek az emberek a kapuba, ott beszélgettek. Kiültek a kapuba és kártyáztak. Kiültek a kapuba, és hát ott fontos, hivatalos dolgokat is megbeszéltek. Tehát Lót is ott ült a kapuban, de ő neki, hát nem volt barátja, szegény Lót, neki nem volt barátja, mindenki kinézte maga közül, mert azt mondták, hogy az a Lót. Tudod, az a Lót, az hívő, az Isten hívő, nem olyan fajzat, mint mi,
akik nem hiszünk Istenben, meggubbasztolotta Lód bácsi. Ott gubbasztott Lód bácsi a kapuba egyedül. Hát így volt. És ekkor Isten elhatározta, hogy angyalokat küld Lóthoz. És ezek az angyalok nagy sebességgel jöttek a mennyből, óriási sebességgel, aztán lelassultak, de hát mire ideértek a földre, beállt az est, és ragyogtak az égen a csillagok, a hold is tündökölt. És hát, mi lesz, hogy lesz, nincs szállás, hogy az angyalok hogy fognak és hol fognak aludni az utcán? Fejüket lehajtják egy nagy kőre, vagy mi lesz? Lót, és csak Lót, Lót látta meg, hogy az esti órában idegenek érkeztek Sodomába, és közeledett hozzájuk, és barátságosan fogadta őket. Azt mondta ezeknek a férfiaknak, nem tudta még először, hogy kikkel van dolga, gyertek be hozzánk, hát ne az utcán aludjatok, gyertek be hozzánk, és finom vacsorát fogok ám készíteni. A feleségem nem nagyon szeret főzni, de én szeretek főzni, és finom pogácsákat sütök, ha kell, tortát is, meg mindenféle süteményt. Gyertek be hozzánk! És hogy... Hát így alakultak a dolgok, hogy ez a két idegen bement a Lót otthonába. Leültek szépen, beszélgettek. Egyszer csak aztán óriási nagy dörömbölésre lettek figyelmesek. Hát Lót ajtaján nem kopogtattak, hanem erősen nagy fákkal, botokkal ütötték az ajtót. Erős férfiak. És dörömböltek, botokkal verték az ajtót. Mi lehet ez? Gondolta Lót. Lót néni nagyon megijedt. És félt. Mindjárt berohant a belső szobába, és kulccsal magára zárta az ajtót. A lányai azonban fütyörésztek. Ők nem féltek a kockahasú, erős férfiaktól. Ők bátrak voltak. Hát aztán, mivel elős volt a dörömbölés, hát Lót kiment a ház elé, és szembenézett a kockahasú férfiakkal, és megkérdezte, hogy mi a bánatotok. Bántottak benneteket ezek a vendégek? Mit akartok ezekkel a vendégekkel? Itt követelitek, hogy adjam oda nektek a vendégeket. Nem, ők az én vendégeim. De a kockahasú férfiak egyre durvábbak lettek, káromkodtak rettentően, csikorgatták a fogukat,
és a nagy botokat lengették a levegőbe, hogy elrepítik, odavágják lóthoz, betörik az ablakát. Ekkor az angyalok, az egyik angyal kinyújtotta a kezét, és berántotta a lótot a szobába, és becsukták az ajtót. És mi történt ekkor? Ó, gyerekek, ez egy nagyon nehéz helyzet volt. Az emberek ott dühöngtek, ott kiabáltak, nagyon csúnyán beszéltek, nagyon-nagyon-nagyon csúnyán viselkedtek. Szitták Istent, szitták Lótot, szitták a feleségét, szitták a lányait. És amikor az angyalok hallották, hogy ilyen durván, ilyen mocskosul, ilyen szégyentelenül, ilyen arcátlanul beszélnek ezek a koszkahasú férfiak, akkor az angyalokba egy nagy isteni erő nyilvánult meg. Ezek az emberek, mondták az angyalok, eddig lelkileg vakok voltak, de láttak a szemükkel, de most kimondjuk az ítéletet. Veszítsétek el a látástokat. Ne lássatok. Legyetek vakok. Elhangzott ez a rémes ítélő szó, és mindenki megvakult, amikor az angyal azt mondta, hogy vakuljatok meg, mert ilyen gonosz dolgokat műveltek. És az emberek oda nyúltak a szemükhez, dörzsölték a szemüket, hiába merezgették a szemüket, de senki nem látott. Jaj, merre menjünk, mondták az emberek, merre menjünk, hogy kapaszkodtak. Gondolták, hogy mégis oda mennek, és benyomják az ajtót, betörik az ajtót, de nem találták az ajtót, és hát ott tehetetlenkedtek. Legyetek vakok! Aki ennyire gonosz, és nem bánja meg, még nem is szégyeli magát, hogy ilyen gonosz, hát legyen vak! Mindenki megvakult egy szempillantás alatt. A koszkahasú férfiak is megvakultak, mert nagyon-nagyon gonoszok voltak. Kapaszkodva, tapogatózva keringtek az utcán, aztán megpróbáltak valahogy hazafelé menni. De hát itt nem fejeződött be a történet. Hogy is? Mi is lesz? Ekkor az angyalok elmondták Lótnak, hogy ide figyelj, Lót! Minket Isten küldött. Mi Isten küldöttei angyalai vagyunk. Az angyal küldöttet jelent. Isten küldöttei vagyunk. Azért jöttünk, mert szörnyű bűnöket követett el Sodoma lakossága, és hogy Isten nem nézi el tovább ezt a mocskos, szennyes, alávaló életet. És hogy nem jutottak bűnbánatra, nem bánták meg, hogy ők ilyenek, sőt, dicsekedtek vele, hogy ők milyenek, hogy mekkorát tudnak káromkodni, mennyire tudnak verekedni, ölni, taposni, ellökni a gyengébbet. Kérték az angyalok Lótot, hogy fiam, menekülj erről a helyről,
nem is ide kellett volna neked jönni, nem itt kellett volna letelepülnöd. Na de ha már itt vagy, akkor hagyd itt csodomát. Menekülj innen, mert a város óriási nagy csapásokon megy keresztül, és hogy itt meghalnak az emberek a bűneik miatt, amit nem bántok meg. Lót, szedd össze magad, így, ahogy vagy, és siess! Lót kapargatta a tarkóját, merezgette a szemét, sajnálta ott hagyni Sodomát. Ott jó jövedelme volt, sok állata volt, sok szolgája volt, meg mi egymás, és nem akarózott neki. És hát azért jöttek az angyalok, hogy kimentsék őt erről a helyről, és hogy nem olyan könnyű volt szót fogadni. Sajnálta otthagyni azt a helyet, ami rossz volt, ami nagyon gonosz volt. Igen, hát így vannak a dolgok. Mit tanulhatunk ebből a történetből, a Lót történetéből? Először is. Lót ott lakott, Sodomán van, nem volt egyetlen barátja sem. Ez elég szomorú dolog, ugye, ha az embernek nincs barátja, csak egyedül van. Nekünk van-e barátunk? Krisztust ismeritek-e, mert ő megváltó, de jó barát is, a gyerekeknek különösen a nagy barátja. A másik dolog, amit tanulhatunk a történetből, hogy elgondolkozunk azon, hogy milyenek is ezek az erőszakos emberek. Ugye ti nem vagytok erőszakosak? Mi a véleményetek az erőszakos emberről, a durva beszédű emberről, az ovis társadról, vagy az osztálytársadról, aki másképpen gondolkodik, beszél, viselkedik, mint te? Mi a véleményed? Szerintetek Isten számon kéri egyszer majd a bűnt, a gonoszságot, amit az ember elkövet, ha nem bánjuk meg? És ki szabadít meg bennünket a bűnnek a hatalmából, a rossz dologtól, a rossz gondolatoktól, a szeretetlenségtől? Jézus Krisztus szabadít meg. Ő kézen fog minket és kivezet abból a rossz, csúnya, gondolkodású életmódból, ahogy gondolkodtunk, beszéltünk. Ismerjétek meg ti is az Úr Jézus Krisztust, és milyen jó lesz, hogyha hinni tudtok benne, és követitek őt.